Szevasztok srácok, Mayton vagyok, és mint a múltkori Diablo 3 videóban is mondtam, szeretnék csinálni egy olyan videót, amelyben az elmúlt hetek eseményeit fogom nektek összefoglalni, mert elég sok minden történt úgy az utóbbi egy-másfél hónapban. Tehát, ugyebár bejött a YouTube-ra ez a lehetőség, hogy AdSense, itt Magyarországon is, tehát pénzt tudsz keresni a videókkal, amennyiben a nézők rákattintanak a hirdetéseidre, amik a videóid alatt jelennek meg. Na már most, a YouTube úgy hitte, hogy én érvénytelenül szerzem meg ezeket a kattintásokat, és kitiltottak az AdSense szolgáltatásból érvénytelen kattintások címszóval. Ami hát részemről szerintem nem igaz, mert voltak ismerőseim, akik rákattintottak. Én nem gondoltam, hogy ez lesz, hogyha az ismerőseim kattingatnak majd szépen a hirdetésekre. Na mindegy, nem is ez a lényeg, kitiltottak, és a folyamatban lévő partnerségem a Konamivel felbomlott, ugyanis mivel kitiltottak az AdSense-ből, így nem volt elérhető számomra a bevételszerzési funkció sem. És hát utána néztem kicsit a dolgoknak, majd megtaláltam azt a lehetőséget, hogy fellebbezhetek, és erre esélyt adva magamnak, hogy visszakapjam az AdSense hozzáférésemet. Na hát ez sajnos nem jött be, ugyanis 3 héttel ezelőtt ugye beküldtem a fellebbezést, rá egy 5-6 napra pedig küldték is a választ, hogy elutasították a fellebbezésemet, én soha többé nem kereshetek pénzt a YouTube-on. Ha! Na jó, igazság szerint engem nem is az bántott, hogy nem keresek pénzt, mert egyébként sem a pénzkeresés miatt csinálom ezt, hanem ugyebár a partnerséggel járnak funkciók, meg stb. Amik nekem nagyon tetszenek, és szeretem volna. Szeretném én is, hogyha nagyon szép lenne a csatornám, egyedi indexképek, mi egymás. Na mindegy, elutasították a fellebbezésemet, és azt mondták, hogy erre nincs mód, hogy visszakapjam. Nagyszerű. Erre, mit ad Isten, tegnap előtt jött egy levél a Google-től, amit hát most nem szándékozok felolvasni. A lényeg, hogy úgy döntöttek, hogy habár felbontották a szerződést velem, és elutasították a fellebbezést, mégiscsak úgy találják, hogy alkalmas vagyok YouTube partnernek, így feloldják az AdSense fiókomról a tiltást. Mondom, what the fuck, a YouTube trollkodik velem. Ugyebár, mivel úgy volt, hogy csinálok egy másik csatornát, majd oda feltöltöm újra a videóimat. Erre azonban jelen pillanatban még sincsen szükség, mert ha bár már kész az új csatorna, meg már töltöttem is fel oda videókat, inkább amit oda feltöltöttem új videót, visszatöltöm a régi csatornámra, ugyanis az történt, hogy miután visszakaptam az AdSense-es fiók használatomat, így küldtem is az EPM Networknek egy üzenetet, hogy újra aktív az AdSense szolgáltatásom, és szeretnék továbbra is partnerségbe kerülni velük. Ami tegnap óta úgymond sikeresnek is mondható, mert partner lettem, tehát így a sztorizás végére csak annyit szeretnék mindenkinek mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, ugyanis elértem egy újabb célomat, hogy elértem a partnerséget. Most már lehet egyedi indexképen fejlődsz a csatornámon, vagy ilyen spéci, ilyen szerkesztető csatornaikonom is lehet, és remélem a későbbiekben pedig tudok live adásokat is adni a YouTube-on. Nagyjából körülbelül ennyi lett volna ez a videó, így
el is mondtam körülbelül, hogy végül is mi történt, meg miért történt. Hát mindegy, ez volt. Igazság szerint örülök neki, hogy így végződött, mert nem kellett több mint 150 gigabájtnyi videót áttöltenem az új csatornára, ami mellesleg igen csak nagy kihívás volt, habár ugyan kaptam távoli asztali kapcsolatot és gyors internetet, amivel ezt meg tudtam volna csinálni, de így ez jobb, mert nem kell újra összegyűjtenem a nézettséget, a feliratkozókat, stb., hogy újra partnernek jelentkezhessek. És most már nem is kell, hiszen partner vagyok, és ezt csak is nektek köszönhetem, a nézőimnek. Nagyon szépen köszönöm nektek, és még csak most indul a videókészítés. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyjából ennyi is lett volna. Sziasztok!